Kántor Csaba, pszichoterapeuta, vállalkozó, több kereskedelmi televíziós széria, így az arcodba mondom, és a Startup Gladiátorok producere, valamint az Agyadba megyünk podcast házigazdája. Vagyonát a mesterséges intelligencián alapuló RoboPsycho alkalmazással alapozta meg. Ez az alkalmazás a tömeges, anonim pszichológia korát hozta el a világon. Kántor stábunkat engedte be először a nem sokára átadásra kerülő családállítási központba, a kúcsekbe, ahogy ő nevezi. A titokzatos orvos vállalkozó ellentmondásos személyiség. Sokan zseniként, sokan hatalmával visszaélő zaklatóként jellemzik. Vajon melyik az igazi Kántor Csaba? Idén sokak meglepetésére megelőzött jó néhány megszokott nevet a hazai gazdag Sőt, hát mondjuk ki az első helyen végzett. Ez meglepte Önt? Nem. Nem lepett meg. Itt, itt sem. Azért merült fel bennem ez a kérdés, mert másokat meglepett. Logikus a kérdés feltehető volt, csak felesleges. Értem. Ö... Egy kényesebb kérdéssel folytatnám ezt a, az interjút. Néhány munkatársa zaklatással vádolta meg az elmúlt hetekben, de ön mindedig egyáltalán nem kommentálta ezeket a híreket. Miért a nem? Kollégáim leadták azokat a témaköröket, amelyeket szívesen érinttek. Értem. Térjünk át akkor a kucsekre és a, a, a membrára. Ugye a kucsek. Jól mondtam. Te, tökéletesen. Szépen, artikuláltan, intelligensen. Köszönöm. A, a kucsák építkezése nem sokára be fog fejeződni, és itt készül el, a, ahogy ön nevezte, a membrán, amiről annyit már lehet tudni, ezt itt most idézni fogom, hogy ez egy családállításon alapuló élményvizualizátor. Hogy van, valóban. Erről van szó, ez a lényege. Azt hiszem, hogy az eddigi tudományos tevékenységem csúcsa. Persze én gyakorló pszichoterapeutaként én mindig is elsődleges célomnak tekintettem, hogy a legkorszerűbb technikával szolgáljam a paciensek érdekeit, és persze a családállítás alanyait. Epigenetikai kvantumvizualizáció, vagy ahogy tréfáson nevezzük, sorsprés, a segítségevel tudjuk kinyerni az alanyainkból azokat a pszichológiai kapcsolatrendszereket, amelyekre aztán építjük a munkánkat, de hát ezt generációkra visszamenőleg. Ezt a munkát képzett családterapeuták végzik el a membránban. Egy oldószer segítségével, és ez az oldószer a zene. Ez egy, 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 egy tényleg, hát ez egy, ez, egy, ez egy, igazi eredeti ötlet. Igen. Igen. így van. A kollégái azt hiszem a zseniális szót használták, és igazuk is volt. Azt hiszem jobban fedél le eddigi munkásságom lényegét. És hogy fog működni ez a membrán? Nem egyszerű megérteni, van, akinek nehézséget okoz, azt hiszem te is ezek közé tartozod, de azért fussunk neki. 12 kezelő, terápiás helység jön létre, most is egy ilyenben ülünk egyébként, ezek körben helyezkednek el, és egy központi csarnokból megközelíthetőek. Ennek persze holisztikus dimenzió is vannak, mindenki a saját születési hónapjának megfelelő membránban találja meg magát. És itt indul el a a szeáns, úgy van. A szeáns elején a membrán letapogatja a paciens tudatalattiát, amiben persze ott lapulnak a családtörténetben öröklött viselkedési minták, az maga a múlt, de a jelentitkait is fülön csíphetjük. Hagyományos észleléssel ezt nem tehetnénk meg. Ezután a membrán létrehoz különböző kivetüléseket egy 3D nyomtató segítségével. Ezekben a kivetülésekben, melyek versenyző neurális hálózatokra, úgynevezett genekre épülnek, a kliens megélheti a segítők által megszemélyesített családtagokkal a történetét, és egy terapeuta vezetésével kijuthat ebből a labirintusból. És hol keresnek segítőket, tehát megfelelően képzett személyzetet? nagyon hosszú munka előzi meg, nagyon, nagyon, nagyon hosszas válogatás a végső döntést, teszteket végzünk el ezek, pszichológiai, genetikai tesztek és Két éven át képezzük őket, miután kiválasztottuk. Ebben én nagyon sok pénzt töltem, illetve hát pontosítsunk beléjük. <gül> <gül> és mi történik ezekkel a segítőkkel egy ilyen szeáns során? Ezt hogy kell elképzelnünk? A membrán feltölti őket, a kliens tudattalannyából kinyert családtagok személyiségével, ez egy csippel történik, a központi idegrendszerbe beépített csippel, de nagyon fontos megjegyeznem, hogy ez csak a membrán területén működik, és a rendszer egy Bluetooth segítségével irányítódik. A szimuláció végén egyszerűen töröljük ezeket a személyiségjegyeket, ezzel elérjük, hogy az átélt érzelmek ne befolyásolják az ő életüket, és a titoktartási szerződéseknek is természetesen, természetesen megfelelünk. Ez különös helyzet, egyfajtos skizofrén állapot a szimuláció során. De ez ez lenyűgöző. Egyszerűen lenyűgöző. Nem tudom, lehet, hogy már használtam ezt a jelzőt. Ne. Itt a... Nem, nem használta. Minden jelzőt fel tudok idézni, amit használt, ez nem volt közöttük. Így élete alkonyán, elnézést ezért a hm. fogalmazásért, de nehéz lehet azért egy ilyen horderejű projektet egy ilyen állapotban egybe, egybe nem, nem koordinálni. Nem, nem ne beszéljünk a levegőbe. Én hadoklom, de én egyáltalán nem félek a haláltól, én nem félek a pusztulástól. Mi a halál? Egy szünet. Tagadhatatlan a szükségleteink, talán kicsi alább hagynak, mondhatnám, picit tompábbak leszünk. De én ettől egyáltalán nem félek. Éppen ez a lényeg. Talán a következő tudományos lépés ami még a membrán csodáját is felülmúlhatja, az a hasonmásom megalkotása. És ez a hasonmásom, ez arról nem fog tudni, hogy én alkottam. Tehát tulajdonképpen én magam leszek. Van még egy kérdés, amit muszáj feltennem, hogy miért nem Zalaegerszegre épült meg ez a, ez a központ? Tehát annyian szerették volna és drukkoltak Zalegerszegnek. Úgy éreztem itt az ideje, hogy Budapest is kapjon valamit. Értem. Mm. Utolsó kérdés. Mindenki megkérdezés még sosem válaszolt rá, hogy mi volt? Mi volt az a, az a szerintem a sejt, hogy, hogy, ne, hogy, hogy, hogy mire, nem az első, eset eset, de, de, de mi volt az a mondat? Végig mi, volt, mi volt? az a mondat, amit ott akkor azon a találkozón Elon Musk fülébe súgott? most sem fogom megmondani. Hát a csalódottan is, de, de ezzel számoltam, és így is úgy érzem, hogy kerek volt. Én köszönöm szépen az interjút, és hát mit mondhatnék? Sok sikert kívánok ez az egészen lenyűgöző kísérlethez. Nagyon köszönöm. A végére még szinte megkedveltem, de azért nem menjünk ki ilyen messzire. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a figyelmet. Lehet, hogy ellenszembes voltam is közben, de én ilyen vagyok. Nem egyébként, erre egy felkészítettek engem. Igen? Nem mondták igen, de... Nem de... látszott, hogy fel van készülve. Nem bántásból de, mondom, a tényeket De rögzítem. tényleg én mégis úgy érzem, hogy többször személyeskedett velem. Igen, ez így van. Provokáltam. Megpróbáltam a legjobbat kihozni magából. Eddig jutottam. Értem. Ennek Jó. Egy... Hát Szeretettel várjuk, a problémáit megoldom.